Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint Seres Attila, a Neokon főszerkesztő helyettese, meg annyi zsidó médiumnak megalkotója és működtetője. Szia Attila! Jó reggelt kívánok! A háború 28. napján tartunk, és itt közben figyelem, ezekben a percekben az amerikai Egyesült Államok is segít részt venni és felfedezni Izraelnek Gázába az alagutakat, illetve megtalálni a tuszokat. Mi friss híred van erről, illetve hogy foglalnád össze ezt a 28 napot Dióhéjban? 180 izraeli igen, menekült saját hazájában. Ezeket a híreket egyszerűen én is olvasom, szerintem a nézők is követték, és izgulnak, hogy mi lesz. Hát vannak problémák. Tehát én inkább nem a pillanatnyi híreket kommentálnám, mert azokat nehéz is kommentálni. Tényleg ez van, hogy felderítés, bekerítették Gázát, megpróbálnak. Igen, Attila, de egyre több a sebesült mind a két oldalon, és az a most négy újabb halottal, tehát ez akkor már 18 izraeli katona a bevonulás óta életét vesztette, és minden egyes ember életé egy nagy veszteség. Persze, hogy egy nagy veszteség, de közben meg mit tudom, hány ezer palesztin is meghalt. Én ma már mondtam, a partraszállásnál sem nézték meg, hogy mennyi francia vagy angol halott vagy sebesült van, úgyhogy nem vonnék párhuzamot, és nem is tenném egy lapra ezeket a számokat. Hát a világ már pedig párhuzamokat von, és Izrael nem tudja magát teljesen függetleníteni a világtól, és Amerika sem. És az amerikai egyetemeken hatalmas palesztin párti megmozdulások vannak, szóval én azért ezt egy kicsit komolyabban venném. Figyelj, ne értsél már félre, most nem arról van szó, hogy én akarom ezeket a dolgokat. Ez tény és való, hogy az utca az nem alkalmazkodik a kormányoknak az elképzeléséhez. Ez tény és való, és ebben neked tökéletesen igazad van, mert Németország is azt mondta, hogy kiutasítja a hamasznyikokat, a terroristákat, és közben csak német rendőrök sérülnek meg. Tehát ezt én értem. És Amerikában is én azt tenném, tehát megint kiderül az, hogy Izrael lehet, hogy a háborúba győz, de a média háborúba állandóan veszít. Tehát én például most közzétenném azokat a filmeket, amit palesztin gyilkosok, terroristák rögzítettek, ahogy ők megölik az ártatlan embereket, hagyj lássa az egész világ, hogy kinek a pártján állnak. Ami ugyan fogyasztásra kicsit nehéz, mert ember... Tehát ezek olyan naív elképzelések, mint egyébként a holokauszt is, a holokausztal kapcsolatos dolgok is volt, hogy tényleg most komolyan azt képzeled meg, akik ezt gondolják, mint te, azt képzelitek, hogy a világot az meg fogja hatni. Nem, mert egyáltalán nem fogja meghatni, a világ az egészen másképpen működik. A világ az úgy működik, hogy van 2 milliárd muszlim és 13 millió zsidó. A világ az így működik, és ennek megfelelően a rokonszenv és a támogatás is ennek megfelelően fog alakulni. Tehát a helyzet azért nagyon komoly. Most Amerikával kapcsolatban nem véletlenül utaltam most az egyetemekre, mert az egyetemi kampuszokon kialakuló pro-palesztin és kifejezetten izraelis zsidó ellenes megmozdulások, azokat nagyon komolyan kell venni, ugyanis... Azok ragályosan szaporodnak. Meghatározzák a választásokat. A demokratáknak a bázisa az az értelmiség, tehát gyakorlatilag ami az egyetemeken zajlik, az határozza meg végül is a demokratáknak az irányvonalát, és ugye demokrata kormányzatban Amerikában, és jövőre választások lesznek, pont egy év múlva választások lesznek. Tehát igen, és nagyon komolyan kell venni ezeket a dolgokat, nem az igazság, meg az érzelmek szempontjából, hanem a nyert politikai
rögvalóság szempontjából. Elképzelhetőnek tartod, hogy annyira az amerikai kormány beszüntetné Izrael katonai támogatását, vagy kivonná a flottát, és nem nehezebb lenne a husziknak a rakétáit elkapni? Tehát ez nem ilyen egybites történet, hogy igen, nem, hanem igenis, már most is nyomást gyakorol az amerikai kormányzat Izraelre, tudod, ezekkel a humanitárius dolgokkal, hogy engedjék be a humanitárius segélyeket. Más kérdés, hogy abban a káoszban a humanitárius segélyekkel jutnak be a terroristáknak is az utánpótlásai, tehát tényleg egy őrület, ami ott van, tehát egyszerűen nem lehet igazságot tenni, mert tényleg annak a több millió palesztinnak kell gondoskodni az ellátásáról, csak lehetetlen szétválasztani az ő szükségleteiket a terroristákat. Tehát most csak arra próbálok utalni, hogy igenis az amerikai kormányzat már most is gyakorol nyomást Izraelre, és hiába akármilyen nagy szája van az izraeli kormányzatnak, Amerikának megvannak az eszközei. Világos. Arra, hogy rákényszerítse az akaratát Izraelre. Tehát ezzel most csak azt próbáltam jelezni, hogy azzal, hogyha nem veszünk tudomást, vagy lebecsüljük a palesztin áldozatoknak a számát és a szenvedéseit, azzal gyakorlatilag... Na de ugye te se gondolod komolyan, amit az amerikai kormány... Az amerikai kormány következő lépése a két állami megoldás. Hát azért ennyire ne legyünk naivak, a jellegi helyzetben mindenről lehet beszélni, csak nem béketárgyalásokat folytatni a két állami megoldásról. Nézd, éppen most jelent meg egy véleménycikk a Jabotinszkinek az acélfaláról. Talán emlékszel rá, hogy mostanában az adásokban én is ezt szoktam emlegetni, mert én elég sokat foglalkoztam Jabotinszki életművel. Jabotinszki világosan megmondta, hogy az arabokat el kell választani hermetikusan a zsidóktól. Ugyanis még egy szempontra, még ebben a 10 másodpercben felhívom a figyelmet, hogy nem csak a gázai és a libanoni és a jordániai arabokkal van a probléma, meg a cisziordániai arabokkal van a probléma, hanem az izraeli arabokkal is probléma van. Tehát Izrael évtizedek óta ezt is a szőnyeg alá söpri, hogy az izraeli araboknak nem okoz túl nagy örömet egyrészt, hogy zsidó államba élhetnek, minél inkább zsidó az állam, annál kevésbé okoz örömet, másrészt pedig az ő unokatestvéreik, nagybátyáik, szüleik, gyerekeik a határ túloldalán, Gázában harcolnak. Na most ezt azért fogom megemlíteni, mert például most derült ki, ugye a hírekből látszik, hogy milyen pontos hírszerzési értesülésekkel rendelkeztek a gázai terroristák az október 7-i katasztrófa. Még azt is, hogy ki hol lakik. Pontosan tudták, hogy melyik körletbe, ki hol alszik, hol laknak a parancsnokok, melyik kibucba, stb. Listájuk volt címekkel, koordinátákkal. Hát ezeket az információkat csak az Izraelben lakó araboktól, arab rokonaiktól szerezhették be, mert azért... Azoktól a gázai 18 ezer vagy 24 ezertől, akik bejártak Izraelbe dolgozni, és ugyanezekbe a településeken dolgoztak. Igen, hát mondom, mivel már lejárt az idő, ennél jobban nem akarok belemenni, csak arra jól fel a figyelmet, hogy a probléma sokkal mélyebb, és gyakorlatilag ebben az egész sztoriban nem látszik az exit stratégia, tehát a kilépési stratégia, egyáltalán nem látszik, hogy mi lesz akkor, hogyha legyőzik a Hamas, mert az szinte vitathatatlan, hogy a Hamasnak a katonai erejét is meg tudja törni, akármilyen áldozatok árán kerül, amibe kerül, de hogy utána mi lesz, ezek a problémák... Ez, amit én hiányolok, a következő lépés. Erről bízunk benne, hogy Seres Attila bőven kifejti véleményét hétfőn. Attila visszavárja önöket a hétfőn adásba kerülő Világ zsidó szemmel című műsorban. Attila, addig is neked békés, boldog szombatot, már amennyire ilyet lehet kívánni. Shabbat shalom mindenkinek. Shabbat shalom. Ezzel véget ért már a Pirkadat, de van még Pirkadat extra. A Pirkadat extra vendégei lesznek dr. Dancsóné Schlesinger Hanna terapeuta, de itt lesz velünk Nagy Attila Tibor elemző is, Kardos Péter, Kende Péterrel, és Sebes György is a vendégünk lesz. Tartsanak továbbra is velünk, most jön a híradó.